Immáron körülbelül 2 hete tart a katatörvény módosítás elleni tiltakozás sorozat. Jelenleg Szegeden a Klauzál téren a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Momentum mozgalom közös szervezésében tüntetnek, a tüntetők az utcákon. Először megpróbáltam tanítani zeneiskolába, és mellette táncolni, nem jött össze teljesen, ezért teljes mértékben futárra váltottam az egész szakmámat. Az előbbiekben kirakott papírra mit szeretnétek üzenni a kormánynak? A kormány szerint, ami most az országban történik, az nem az ő hibájuk, hanem Brüsszelé, a háborújé, az energiaválság és a többi. Ez egy hazugság, ez egy ferdítés. A kormány felelőtlen gazdaságpolitikája eredményezi azt, hogy ma Magyarországon általános a létbizonytalanság, az emberek nem tudnak tervezni, és nem tudják, hogy mi lesz velük télen, vagy mi lesz velük ősszel. A katások, az a 450 ezer katás a sorsukat nem a háborúnak, nem Brüsszelnek, nem Sorosnak köszönheti, hanem Orbán Viktornak. Ezt üzeni ez a plakát. Lassan már 2 hete tart a tüntetés sorozat. Nem érzitek azt, hogy lassan nincs értelme? Itt az előbbiekben elhangzott az, hogy igenis van értelme. Mi az, ami a tüntetés sorozat mellett szól? A tüntetés önmagában nem lehet cél, hanem egy eszköz. Egy eszköz arra, hogy folyamatos nyomásgyakorlást helyezzünk a kormány felé, érezzék azt, hogy van társadalmi elégedetlenség, érezzék azt, hogy az intézkedéseiknek vannak következményei, és nem maradhat minden következmény nélkül. Amilyen minél hosszabban fönn tudjuk tartani a tüntetés erejét és hullámát, annál nagyobb ez a nyomás a kormányon, annál inkább érzik magukon a társadalmi nyomást, és ez meg fog jelenni a százalékokban is, a támogatottságokban is, és ez nagyon fél ettől a Fidesz, és ez, ami igazi eredményt hozhat. Mit vártok a tüntetés sorozattól? Hogy látjátok, van-e értelme folytatni? Ezen kívül pedig mennyire okozott feszültséget ezt a tüntetést megszervezni? Mindenképpen van értelme folytatni, tehát így ezzel kezdeném. Nyilván Szeged egy ellenzéki város, tehát azt gondolom, hogy nem, nekünk példát kell mutatni, elő kell járni ebbe, meg kell mutatni, hogy mi is szolidaritást vállalunk, viszont Pesten kell elsődlegesen tüntetni, ott pedig ameddig csak bírjuk tüdővel, addig kell csinálni és kiabálni és követelni, amit szeretnénk. Szegeden abszolút nem okozott nehézséget a tüntetés megszervezése, a hatóságok nagyon segítőkészek voltak végig, úgyhogy nekünk pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Mi a véleményed arról, hogy sokan felemelték a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok nem vesznek aktívan megfelelően részt a tüntetés sorozatban? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha az embereket megkérdezzük, a felük azt mondja, hogy miért nem vettek részt a pártok, a másik fele pedig azt mondja, hogy azért nem megyek, mert a pártok részt vesznek. Itt azt el kellene felejteni ezt, hogy pártok meg nem pártok. Mindannyian emberek vagyunk, mindannyian érintettek vagyunk valamiben. Akár a katatörvény, akár a rezsi, akár egy egészségügy, oktatás, tehát nincs olyan, akit ne érintene ez. A pártoknak is ott kell lenni, mint ahogy mi is itt vagyunk, példát kell mutatni, de a civileknek is össze kell velük fogni. Tehát együtt tudunk itt csak változást elérni. Az előző és a mai tüntetés figyelembe véve milyen további terveitek van, akár közösen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Momentummal? Itt szerintem pártokról beszélni abból a szempontból nincs jelentőség, amit mondtam, hogy együtt kell összefogni. Meglátjuk, hogy most hogyan alakul a közélet az elkövetkezendő hetekben, meglátjuk, hogy lesz-e szükség még tüntetésre mondjuk itt Szegeden, Pesten mennyire fognak beindulni az események, és ennek függvényében, ha olyan a helyzet, akkor ugrunk és csináljuk. A mai tüntetés folyamán te is felszólaltál. Mit gondolsz, van-e annak valóság alapja, hogy a rossz idő vagy az esetleges vihar elrettentette az embereket attól, hogy kijöjjenek még többen? Szerintem van benne ráció, de az is lehetséges, hogy például a futárközösségben ugye legnagyobb problémát az okozta most, hogy az Origón és az ilyen lakálymédiában megjelentek az olyan cikkek, hogy lehetséges, hogy a futárcégeink azok meg fogják tudni oldani ezt az egész mizériát, úgyhogy nekünk nem kell ezzel foglalkoznunk, és ezért sokan visszakoztak attól, hogy eljöjjenek. Van ennek egyébként valóság alapja, hogy ez a kiskapu kihasználható ténylegesen? A kérdés tökéletes és aktuális, mert pont a Voltnál vagyok én. A Volt pont ma írt erről egy e-mailt, hogy nem, ez nem lehetséges, és a szeptember 1-től mindenképpen váltanunk kell, tehát ez már végleges.
A futárok nagy része kitart amellett, hogy a tüntetéseket folytatni kell, vagy pedig van megosztottság a futárok között is ezen tekintetben, hogy van-e haszna annak, amit az utcán tesznek az emberek? Hát ugye, amint mondtam is, hogy nagyon sokan visszakoztak, hogy eljöjjenek el. Igen, van némi megosztottság. Majd meglátjuk, hogy a mai újdonságok fényében ez hogy fog változni. Mi a véleménye arról, amit Orbán Viktor tusványosan mondott, amikor is a narkósokról beszélt? Ott valójában az tudatmódosító szerek hatása alatt álló emberekre gondolhatott, vagy pedig a tüntetőkre? Én szerintem akkor a tüntetőkre gondolt, mert de annak volt alapja a kutyapártnak a két képviselőjét ott azt hiszem, hogy ezzel gyanúsították meg. Én nem tudom, hogy tényleg volt-e náluk narkó, vagy volt-e alapja ennek, de ezzel le akarták degradálni a tüntetőket mindenképpen. Ez a legfontosabb ön szerint a tusványosi beszédből. Ön szerint a politikai pártok inkább elmossák a tüntetésnek az erejét, vagy pedig tesznek hozzá pozitívan? Melyik politikai pártra gondol, a kormány vagy az ellenzéki pártokra? Elsőként is például jelen állás szerint a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szervezte ezt a tüntetést, és hogy ők vajon pozitívumot tesznek hozzá, vagy pedig elvesznek ennek a fényéből? Minek a fényéből? A tüntetésnek a fényéből? Szerintem tesznek hozzá mindenképpen, hiszen szerintem a civilek nem tudtak volna ekkora tüntetést összehozni, megszervezni, ez nem kis dolog megszervezni egy ilyen tüntetést, biztosítani az útvonalat, szóval mindenképpen tesznek hozzá, hiszen nekik van gyakorlatuk ennek a szervezésében. És ön szerint van-e annak valóság alapja, hogy a tusványosan elhangzott beszéd az mind csak próbálja elterelni a közbeszédet arról, hogy Magyarországon tüntetések vannak, vagy ez egy betervezett dolog volt? Hát én ezt így nem tudom megítélni, én meghallgattam a tusványosi beszédét Orbán Viktornak az elejétől a végéig. Ha csak elterelni akart, akkor túl sok olyan dolgot mondott, amit nem kellett volna egy miniszterelnöknek mondania. Szerintem túl nagy árat fizet ezért az ország, ami ott elhangzott. Én remélem, hogy nem csak elterelni akarta a figyelmet. Viszont, hogyha komolyan gondolta, az elég borzasztó az országra nézve, hogy ilyen vezetője van az országnak.